Audio Jungle. Kedves nézőink és kedves hallgatóink, a mai műsorban Pap István történésszel beszélgetünk, aki a református kollégium, református gimnázium öreg diákja, és fontos róla tudni, hogy ezért 27 éves koráig Mezőtúron élt, bár most vendégként érkezett a stúdióba is, és városunkba is haza. Mégpedig a beszélgetésünk alapja a Mezőtúri Morzsák, amit én az előzetes beszélgetésben Túri Morzsáknak apostrofáltam, és pontosan az első kérdésem, hogy miért nem Túri Morzsák, és miért Mezőtúri Morzsák lettek. A Facebookon megjelent kis eszékről beszélünk most, ami Mezőtúr múltját, jelenét igyekszik felkutatni egy-egy kisebb történetben. Alapvetően az volt a célom, hogy amikor én elkerültem Mezőtúrról, nagyon sokáig élt bennem az, hogy hogyan tudnék kapcsolni a szülővárosomhoz, és a fizikai távolságot áthidalni valahogy. És úgy, az idő múlása úgy éreztem, hogy nagyon sok emléket őrzök, amelyek azért egybefonódtak Mezőtúr történetével is, és ezeket szerettem volna felidézni, megosztani, ezekről beszélgetni, esetleg kisebb vitákat is ösztönözni, anélkül, hogy tulajdonképpen én nagyon bele akarnék szólni itt bármibe, hiszen ugye már nem vagyok napokban mezőtúri lakos, és úgy gondoltam, hogy ezek a történetek érdeklesek lehetnek nem csak azoknak, akik mezőtúriak vagy túriak, hanem talán azoknak is, akik mondjuk hasonlóan kisvárosokból, mezővárosokból származtak el, mondjuk a környékről, vagy egyáltalán bárkinek, aki kíváncsi arra, hogy egy kis közösségnek, mint a miénk, milyenek voltak a hétköznapjai, akár 150 vagy mondjuk 20 évvel ezelőtt is, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon sajátos életformával, amit Mezőtúr képvisel, amihez hasonló azért sok van Magyarországon, mert ehhez hasonló kisváros szinte minden megyénkben, minden tehetségünkön található, milyen gondokkal küzdik, milyen szép pillanatai vannak, és én abban bíztam, hogy emberi történetek segítségével ötvözze mondjuk irodalmat, képzőművészetet, történelmet, ezeket fogyasztható, olvasható történetekké lehet formálni, és azt gondoltam, hogy a Facebook mindenképpen kínál egy olyan előnyt, hogy viszonylag sokan használják, megoszthatók a történetek, gyorsan terjednek, és lehet rájuk reagálni. És az ebéli várakozásaim eddig nagyon szépen visszaigazolódtak. Mert hogy szívesen olvasunk magunkról, illetve a mezőtúri történelemről, hiszen hívhatjuk történelemre. Így van. Mert azért városunk azért nem egy 10 éves jubileummal rendelkezik. No, vágjunk is bele, hogy honnan is kezdhetünk mondjuk beszélni, ha nem is Mezőtúrról, de Túrról. Ugye ez talán elég erősen rögzült a mezőtúri köztudatba, hogy itt a Mezőtúr, mint város története 1378-ban kezdődik, amikor ugye Nagy Lajos mezővárosi rangot adományozott nekünk. Ezt nagyon sokan így tanultuk mezőtúri iskolákba, ugye nem véletlen, hogy 1978-ban, tehát a 600 éves évfordulón rendezték újra a túri várost, vagy a túri vársát, igaz után ugye volt néhány év kihagyás, bő évtized kihagyás, de ennek ellenére ugye akkor jelent meg ugye a nagy összefoglaló város történt, ugye a Bodoki fivérek tollából, ez valahogy így beépült a köztudatba. Azt gondolom, hogy emellett persze felhozhatók érvek, és azt lehetne mondani, hogy olyan értelemben nem lehet kitűzni egyetlen napot, hogy na ettől kezdve volt Mezőtúr, mint közösség, és azelőtt nem. Ugye a legrégebbi nyomok azok tulajdonképpen egy rejtélyes magyar történetíró, az egyik nagy történetíró Anonymus, vagyis ugye névtelen jegyző nevéhez fűződnek, akkor ugye a Gesta Hungarorum magyarok cselekedetei tettei című művében ugye már megemlíti Villa de Túr, tehát tulajdonképpen Túr mezővárost, és ez valamikor ugye azt mondja, hogy már a honfoglalás idején, tehát körülbelül a 10. században itt egy nemzetség, honfoglaló nemzetség letelepedett. Ez egyébként valószínűleg így is történhetett, hisz gondoljuk tőlünk a nem olyan messzi településekre, Tiszakültre, Tiszakvárkonyra, amelyek bizonnyal, igen, pusztán nevükben is nagyon régi eredetet őriznek, és ez mutatja, hogy valószínűleg Mezőtúr már ugye lakott hely volt,
a kora középkor, tehát a magyar állam alapítása első századaiban. Sőt, hogy még egy messzebbre menjek vissza, amikor 1896-ban a korabeli magyar állam, vagy a honfoglalás ezredik évfordulóját ünnepelték, föltártak egy sírt mezőtúr és szarvas között, nagyjából a mai Pusztabár révén Báriban, ami azt mutatja, hogy bizony már itt az őskorban, vagy éppen a névvándorlás korában élő emberek is megtelepedtek. És vajon miért pont itt? Miért mezőtúr, miért pont ott alakult ki, ahogy kialakult? Hiszen azért az Alföld egy elég nagy terület volt, hatalmas síkvidék. Ugye a városok általában hol szoktak lecsülni, mondjuk termékeny völgyekben, vagy a középkorban épültek ugye hegyeken is. Itt azonban egy másik dolog volt a meghatározó, a víz. A víz, és ez döntött el mindent. Ugye a mezőtúr név is tulajdonképpen, ugye egyrészt utal ugye a mezőre, hát ez nyilván ugye nem kell sokat magyarázni, a túr szó az pedig tulajdonképpen egy középkori folyónak a nevét őrzi meg, ugye a mai Berettyó, ami nem pontosan itt folyt azért a túr, de nagyjából ezen a vonalon, ugye a középkorban túr néven futott, és tulajdonképpen a mezőtúr az egyfajta olyan helyet jelöl, ahol a túr folyó beemlik egy nagyobb folyóba, ez pedig ugye a Körös. Hát ugye ezzel megint nem mondtam nagy újdonságot, ugye nem túl messze esik a Körös, ha nem is vagyunk klasszikus Körös vidéki vagy völgyi település, de azért több-kevesebb joggal oda is sorolhatjuk magunkat. És azt szeretném mondani, hogy ugye a középkorban ugye az egyik legfontosabb népélelmezési táplálék az ugye a só volt. A só, ami hát legalább annyira fontos volt, mint mondjuk manapság a, nem is tudom mit mondjak, például a kávé, ugye nehéz elképzelni mindennapjainkat például nélkül. És hát a só eljuttatása a korabeli magyar fontos központokba, így Budára, Fehérvárra, Esztergomba, alapvetően az erdélyi sóbányákon át történt. És hát Erdélyből valahogy el kellett jutatni a sót, és nagyon kevés olyan biztos hely volt, ahol át lehetett kelni tulajdonképpen azon a hatalmas, időről időre, évszakról éjszakra vándorló folyó, mocsárrengetegen, ami a korabeli Tiszántúrt jellemezte, és mezőtúr egy ilyen fontos pont volt, egy úgynevezett révhely, tehát ahol át lehetett kelni a korabeli túr folyón, és emiatt alakult ki nagyjából ott a város, ahol kialakult, a középkorban. De az a város még valószínűleg nagyon másként nézett ki, mint ahogy most egy városra gondolunk. Hogyan nézhetett ki? Ugye ma, amikor azt mondjuk, hogy város, akkor nagyjából az jelenik meg az a kép, ami úgy körülbelül olyan 100-120 évvel ezelőtt kialakult a magyar városok többségében. Van egy főtér, ahol elhelyezkedik valószínűleg egy templom, valószínűleg ott van a városháza, van néhány jobbmódú polgári ház, esetleg piactér. Hát nyilván ebbe is nagyjából azért ráismerünk mezőtúra, és sok hasonló példát lehetne hozni a történeti Magyarországon, gyakorlatilag Soprontól, nem tudom én, Gyulafehérvárig, vagy északtól Kassától Szabadkáig. Tehát nagyon sokan, sok tekintetben hasonló volt. Amit a középkorról tudunk, hogy ugye ez az a város, ez mindig egy földesúr tulajdona volt. Ugye azért vannak itt árulkodó nevek. Ugye most a Petőfi úton beszélgetünk, de hát ugye a Petőfi út az ugye merőlegesen megy át ugye a Balsirinszki útra, ami ugye valamikor a Kállai család nevét viselte 1945-ig. A Kállai család volt mezőtúr egyik jeles birtokosa. Azután ez a Kállai út, ez tovább futott ugye a mai Balsirinszki út, a Dózsa-György útba, amely ugye akkoriban az Erdődi nevet viselte, az Erdődi is egy grófi család volt, szintén földbirtokosa a középkori mezőtúrnak. De mondjuk például megemlíthetnénk ugye a Hunyadi családot, amelynek ugye szintén, amely ugye szintén birtokosa volt mezőtúrnak. Tehát azt lehetne mondani, hogy nagy, a korabeli magyar történelemben meghatározó szerepet játszó földesurak birtokolták a várost. Ebből ugye két dolog következett. Egyrészt az, hogy mi alapvetően egy jobbágyi, paraszti népességgel rendelkező, tehát alapvetően döntően mezőgazdasággal foglalkozó város volt, nem csak úgy, hogy manapság elgondoljuk, tehát vagy bennünk él, tehát hogy a külterületeken, a tanyákon, ezeken a földeken, hanem a mindennapokban is, a város középpontjában is állatok mozogtak, szekerek zörögtek, ugye a házaknál ugye megtermelték ugye természetes módon a mindennapi betevő falatot, illetve hát tényleg amit lehetett földművelés is folytattak jóval kisebb területen. Ugye ami fontos, a klasszikus igazi mezőtúr az az alsó rész. Ezt nem bántásként mondom, én felső részi vagyok, ott nőttem fel gyerekkoromban, de ha valaki egy picit belegondol, a sajátosan kanyargó, néha teljesen logikátlan alsó részi utcák, ugye azok a vakközök,
amikor nem lehet tudni, hogy melyik ház miért odaépült, vagy ugye van egy ház, és akkor hát akkor 3 méterrel arrébb építjük a következőt. Ez még ma is megvan Mezőtúron. Feleségem, aki egy ilyen saktáblás településen nőtt föl Békés-Negyed Csorváson, nagyon csodálkozott, amikor először itt lát, hogy ebben mi a logika. Ez ilyen volt. Vagy nézzük meg a Fóti utat. Ugye a Fóti út is egy sajátosan kanyarog, és ugye ez a település szerkezet őrzi azt, hogy valamikor ilyen lehetett az egész város, pontosabban, hogy a kisebb területi város volt. És ugye miért volt ilyen? Hát azért volt ilyen, mert ugye Mezőtúrt keresztül Kassul átszelték a különböző erek, zsombékok, ugye holtágak. Hát ma is azért még, ha belegondolunk, az újvároson is vannak ugye furcsa ilyen kis nádas területek. Akkor ugye gyerekkoromban a sportpályánál is ugye ilyen nádbúgát gyűjtöttünk. Tehát tulajdonképpen a város legkülönbözőbb részén bukkantak fel ezek a pangóvizek, és nyilván hát a mezőtúriak úgy építkeztek, ahova tudtak, igyekeztek magasabb részeket kialakítani, amelyet ugye nem önthetnek el az időszakos vízfolyások sem. És egy nagyon érdekes, hogy például a Fóti útnak ugye semmi köze nincs a Pest megyei Fót településhez, hanem ugye régen létezett ott egy ilyen mocsaras terület, amit a népnyelvben Fótnak, vagy hát mondjuk így parasztosan Fótnak ejtettek, és innen lett a Fóti út Fóti út. De ugye a mai nagyon érdekes kanyargás, és őrzi ezt a régi települést képet. És tulajdonképpen ez a mezőgazdasági népesség, amiről beszéltem, szolgáltatásokkal tartozott a földesúrnak, ami azt jelentette, hogy ő részben tehát adóforintokat, részben pedig ugye jószágokat, tehát ugye búzát, bort, élőállatokat adott a földesúri tulajdonosnak, és ugye cserébe a földesúr ugye nyilván igazgatta őket, igyekezett védelmezni a várost, és tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy azért itt egy virágzó település kezdett kialakulni, és itt fogunk visszatérni Nagy Lajoshoz, és ugye Mezőtúr jogot kapott évente több város tartására, és ugye Nagy Lajos királyunk, akinek ugye a szobra is ott áll a főtéren, ezt ismerte el egyébként nem egy, hanem több oklevelében, tehát azt lehetne mondani, hogy nagyjából Nagy Lajos, de később mondjuk így Mátyás király korában Mezőtúr az akkorban nagyon sűrűn lakott Alföld egyik virágzó, vásárokat tartó települése volt, ami ráadásul, mint vízi átkelőhely is, valószínűleg sok embert vonzott magához. Ez az állapot teljesen megváltozott a török kor eljövetelével. Még mielőtt tovább mennénk, ugye azt szeretném, hogy egy kicsit megvilágítanánk, hogy miért volt fontos akkor a vásár, és hogy nézett ki a vásár, mert most ugye mindenki fejében adott esetben az évenkénti egyszeri túri vásárról beszélünk, tehát ugye természetes, hogy ez egy hagyományőrzés lenne, de mégsem azonos azzal a vásárral, tehát erről tudunk egy kicsit beszélni. Ugye alapvetően ha meg akarjuk érteni, hogy miért volt fontos a vásár a középkori embernek, és ebben a tekintetben mezőtúri embereknek is, ugye abból kell kiindulnunk, hogy a vásár az lényegében áruk cseréje. Tehát tulajdonképpen, amit ma megveszünk a boltba, kezdve villanykörtétől, farmernadrágon át, alapvető élelmiszerekig, műszaki cikkekig, könyvekig, stb., ezeket ugye az a javakat, már hogy ami létezett belőlük, ugye a középkori ember vagy megtermelte, tehát ugye ez leginkább lehetett az élelmiszer, ha pedig nem volt rá módja, akkor vásárokon szerezte be. Tehát ugye azért volt nem csak egy túri vásár, ugye manapság ugye ez mozgó időpontokban, de nagyjából augusztusban van, és valóban ugye, hogy szóba került, hogy ez hagyományőrző jelleggel létesült, akkor ez tulajdonképpen a mindennapi életnek egy elengedhetetlen tartozékát jelentette, ugye ezért van ugye a vasárnap szó is, ami ugye a vásárnapját jelentette. Mezőtúron is több vásár tartottak, ugye ez alapvetően ugye szezonális jellegűek voltak, tehát nyilván ugye akkor volt érdemes vásárt tartani, ha volt mit eladni, és éppen ezért a mezőgazdasági évhez az egyes termények beéréséhez, illetve aratásod csépléshez, szürethez, tehát alapvetően a mezőgazdasági élet meghatározó az eseményhez tartozott. És ugye a vásáron alapvetően két dolgot lehetett cserélni, ugyebár jószágokat, nagyobb méretű jószágokat, szarvasmarhát, lovat, ugye ez ugye nagyon gyakori is ugye a mezőtúri vásároknál, illetve hát ugye hozhattak esetleg fűszereket, ruhaneműket,
Vagy hát, ugye, ami egyre nagyobb jelentőséget kapott mezőtúron is, ugye agyagipari termékeket, magyarán a mezőtúri korsósok is, és a vásárok kapcsolat is ugye nagyon szoros. És tulajdonképpen ezek az évente többször megrendezett 14. 15. században, tehát már a török bejövetele előtt elkezdődött események, ugye az árucserének, a forgalomnak, egyben a hírek cseréjének is, az új áruk felbukkanásának egy nagyon fontos szerepét jelentette. Nem véletlenül volt az, hogy ugye a földesurak is ezeket igyekeztek támogatni, hiszen ugye a vásáros élet, a javak cseréje az, hogy a polgárok, vagy hát akkor még nem beszéltünk erről, de mindenképpen ugye a kereskedő iparos elem gazdagodását jelentette, nagyobb forgalom, több pénz, több földesúri járadék, ugye ilyen egyszerű. És hát ugye igyekeztek is a vásárokat megvédeni, és ugye nem véletlen, hogy amikor ugye a török megjelenik ugye Magyarország területén, kialakul a három része szakadt Magyarország, többször megsarcolják ugye a túri vásárt is, a 16. században, mert hogy ugye a kereskedők összegyűltek, volt áru, volt ugye bár pénz, ezüst és arany dénárok, tehát volt mit elvenni. És ugye nagyon érdekes még a túri vásár abból a szempontból, hogy ugye ez nagyon sokáig azért nagyon markánsan állatvásár volt, és ugye, ahogy Petőfi is megörökítette úti levelében, kissé azért, hát hogy is mondjam, nem túl barátságosan a mezőtúriakra nézve, ugye a mezőtúr a derékváros a Berettyó mentében, ugye minden valamire való betyár idejön lovat lopni, vagy lopott lovat eladni, írta ugye vele a költő, ami hát nyilván egy valószínűleg egy korabeli valós élettapasztalat volt, ezt azért ne cáfoljuk, ugyanakkor azért rávilágít arra is, hogy a ló, ami ugye közlekedési eszköz, ugyebár a szántásnál használt eszköz, tulajdonképpen ugye igafonó erő, mennyire fontos szerepet töltött be a korabeli ember mindennapjaiban. Tehát ez volt az a folyamat, ami tulajdonképpen megalapozta a túri vásároknak a fontosságát, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes törekvés volt, amikor már a 600 éves évforduló megjelent, és azt gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani, ugye nagyon gyakran szokás, hát nem annyira optimistán tekinteni mezőtúr helyzetére, vagy karcosabb mondatokat megfogalmazni, azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évnek az egyik legszebb fejleménye az, hogy újjáélett a túri vásár, és ha csak évente egy alkalommal is, de megrendezésre kerül, és ami még jó, betölt egy olyan szerepet, amit én akkor vettem észre, amikor már elkerültem mezőtúról, nevezetesen egy kicsit a túriak találkozójává is vált. Ezt nyilván sokan érzékelik, de a város szállóvendégforgalma, nem tudom én, a kocsmák bevétele, egyáltalán vasúton utazók száma nagyon jelentősen megugrik ebbe az időszakba. Tehát kicsit van egy ilyen, hát országos találkozó jellege is azt mondhatnám. Nyilván ez akkor nem létezett, amikor ugye még alapvetően nem kezdődött meg a mezőtúri népesség kirajzása, de most már ez egy nagyon szerencsés funkció, és egyszerűen az élet ezt hozta magával, és örüljünk neki, hogy ezt hozta magával. Az élet nem csak ezt hozta magával, hanem a történelmet is folyamatosan görgette mezőtúr életébe is, és ugye ott álltunk meg, hogy török. Így van. A török. Ugye a török hódítás, azt lehet mondani, vagy azt szokás mondani, meg ugye ezt tanítjuk az iskolákba is, a Mohácsi csata, de még inkább Budavárának 1541-es eleste után csúcsosodott ki, és hát ugye mezőtúrt az érintette, hogy két korabeli, vagy két legközelebbi végvár, ugye Szolnok 1552-ben, majd ugye Gyula 1566-ban török kézre került, ami azzal járt, hogy tulajdonképpen itt ugye egy kettős állapot alakult ki, mert mezőtúrnak továbbra is voltak földesurai, akik igyekeztek behajtani az adót, ugyanakkor hát a törökök is igyekeztek részben, elsősorban a mezőtúri vásárokat megsarcolni. Ugye ennek a török megszállásnak nagyon fontos következménye volt, hogy időről időre állandó, perzselő, pusztító háborúk érték az Alföldet, és ugye az a település hálózat, ami még nagyon sűrű volt, és tulajdonképpen olyan sűrű volt, mint hogyha valaki belegondol mondjuk a Dunántúli megyék közül a szerencsésebbekbe, Zala megyébe, vagy Vas megyébe, ahol 3-4 kilométerenként érik egymást a falvak. Ezen kívül, és gyakorlatilag ilyen volt mezőtúr is, és a mezőtúr környéki település világ. Ugye manapság, nem tudom én, 2 pó 18 kilométer, és ugye 2 pó egy késő alapítás,
de azt lehetne mondani, hogy mint egy sűrűn petjezett térkép olyan volt ez a vidék. Na most ez a település hálózat, ez elpusztult. Elpusztult, és Mezőtúr még a szerencsések közé tartozik, mert annak ellenére, hogy többször ugye a népessége elmenekült részben, elfutott, ugye is a török háborúkat ki kell tágítanunk, ugye egészen a kuruc küzdelmek koráig, ugye a Rákóczi szabadság harcig, amikor ugye két futást is feljegyez ugye a krónika, amikor a komplett mezőtúri népesség ugye elment ugye a védettebb helyeire ennek a hatalmas lávvidéknek, ami ugye körülvett minket. De azt lehetne mondani, hogy ennek ellenére a Mezőtúr népessége mégis megőrzött valamiféle olyan állandó magot, folytonosságot, amire tartotta a lakosságot. Ugye ebben segítségünkre volt a reformáció is. Ugye a reformáció a Calvin tanait követő ugye magyar vallásnak is nevezett irányzat, ugye a 16. század végén, 16. század elejétől robbanásszerűen terjedt az Alföldön, és ugye nálunk is ugye azt tartja a hagyomány, hogy az 1530-as évek elején már voltak túri előnévvel rendelkező diákok Wittenbergben, az egyik legnevesebb német egyetemen, ugye Luther városában. És az bizonyítható, hogy az 1440-es, 50-es évben itt elkezdődött valamiféle oktatás, és ugye a sokáig ugye az első neves rektor, ugye Szegedi Kis István nevét viselte ugye a református gimnázium, és én azt gondolom, hogy egy picit gondoljunk ebbe bele, hogy ez mekkora hőstett volt. Tehát Szegedi Kis István és sok hasonló társ, ugye korabeli Nyugat-Európa egyetemein pallérozódott, latinul, illetve németül több nyelven beszélt, olvasott, és ennek ellenére vállalta azt a nagyon nehéz feladatot, hogy eljöjjön egy ilyen mocsaras vidékre, gyakran írástudatlan parasztemberek közé, ahol a török bármikor beüthetett, és ő mégis közösséget alapított. Tehát olyan kihívásoknak tette leget, ami azért valljuk be emberpróbáló feladat, és hát manapság gyakran azért sokkal kényelmesebb körülmények között sem biztos, hogy vállalkoznának erre emberek. Tehát azt gondolom, hogy a török kor az egyrészt magával hozta ezt a zaklatott életet, másrészt magával hozta a reformációt, és tulajdonképpen Mezőtúr abnak köszönhette, hogy túlélte ezt a nagyon, sok, nagyon nehéz időszakot, szemben somó más alföldi településsel, hogy egyrészt közel feküdt a lábhoz, tehát volt hova elmenekülni, elbújni. Másrészt a református közösség, a már 17. század végén létező állandó református egyház, az egy olyan magot tudott kialakítani, ami tényleg egyfajta közösségi tudatot adott az embereknek, és amikor ugye véget érnek a harcok, 18. században ugye elmúlik a török, elmúlik a Rákóczi szabadságharc, és elkezdődik tulajdonképpen egy hosszú békeidőszak, amikor lényegében 1848-49-ig nincsenek harci cselekmények, akkor Mezőtúr újjászervezése is elkezdődik. Ugye néhány nappal ezelőtt néztem az országos levéltárban anyakönyveket, és ekkor döbbentem meg, hogy a legrégebbi református anyakönyv van ugye tulajdonképpen a református és a mezőtúri ekkor még szinoníma gyakorlatilag. Ugye a katolikus betelepülése, katolikusok betelepülése csak az 1770-es évekbe kezdődik. Tehát a legrégibb református anyakönyv, ami az bizonyítja, hogy itt már volt élet, az 1728-ból származik. Tehát tulajdonképpen a Rákóczi szabadságharc elmúlása után egy bő másfél évtizeddel itt már újból egy szervezett élő közösség volt. És azt gondolom, hogy ez önmagában is egy páratlan teljesítmény, és hát régi elődeink előtt, megemelhetjük a kalapunkat jelképesen is. Hát jelképesen is, és minden módon, hiszen ma már azért a mi saját világunkban is látjuk, hogy milyen nehéz egy közösséget építeni, akár egy kis közösségről beszélünk, azért egy modern világban felvértezve olyan technikai lehetőségekkel, ami azért megkönnyíteni mégis ezt a dolgot, ennek ellenére nekik azért ilyen lehetőségük nem volt, és valódi folyamatos gazdasági problémákkal, harci helyzetekkel, betegségek sorával, és ellenségek sorozatával kellett évszázadokon keresztül küzdeniük, és hát akár, hogyha a vallást nézzük, akkor a vallás szempontjából is biztosan voltak választóvonalak, akár adott esetben Mezőtúron is, és mégis képes volt ezt mindezt túlélni, és ezzel együtt fejlődni. És elérkeztünk 1848-hoz? Hát elérkeztünk 1848-hoz, ugye ez azért volt fordulópont a város életében, mert ugye megváltozott az alapvető jogi helyzete, magyarán ugye Mezőtúr is ugye megszűnt a földesúri joghatóság, tehát tulajdonképpen már nem
egy valamely földesúr birtokában volt mezőtúr. Ugye korábban egyébként egy részét már a város lakosai megváltották maguknak, ugye erre volt lehetőség, de ekkor a törvény ereje által mezőtúron is ugye a lakosok egy része ugye tulajdona lett saját földjének, illetve választójogot kapott, megszűntek a földesúri szolgáltatások, és ugye a törvény előtti egyenlőséget garantálták a mezőtúriak számára, csak úgy, mint az ország bármely lakosa számára a 48 áprilisi törvények. És tulajdonképpen ekkor kezdődik el az, amit, hát nem tudok rá jobb kifejezést, de azt gondolom, ez joggal válható polgári korszaknak lehet mezőtúr életében nevezni, és tulajdonképpen az ezt követő bő 100 év, nagyjából a II. Világháború időszakáig, néhány évvel utána még, amikor ugye megindul ugye a TS szervezés időszaka, ami egy alapvetően átformálta a mezőtúri társadalmat, ez az a 100 év az a gazdag örökség, aminek a kisugárzó hatását még azt hiszem még ma is érezzük. Ugye már 1848-ban, ugye amikor Kossuth is járt ugye mezőtúron, így egy toborzott, ugye itt is aludt, ugye a Cebe ház, ami ugye a kórház területén van, és ugye egy régi mezőtúri nemesi család nevét őrzi, az ugye Kossuthnak is szolgált ugye bár nyugvóhelyéül, ugye néhány évvel korábban jár itt ugye bár Petőfi 1846-ban, ugye bár a Zsindelyes fogadóban szállt meg, ugye a Utazás az Alföldön címmel írt egy nagyon hangulatos verset is erről, tehát megfordulnak ezek a nagyon jelentős ugye országszerte ismert személyiségek. Ugyanakkor például érdekes, hogy magán mezőtúron belül is kialakul egy olyan közösség, hogy nekünk is megvannak a magunk különleges szereplői. Ugye ilyen például ugye az a Péteri Károly, akinek idén volt születésének 200. évfordulója, és hogy hát ha kilépünk, most nem mondom ki a nevét, de a legnagyobb német tulajdonban lévő és mezőtúron mindenki által ismert szupermarket ajtajáról, és ugye a bazárnál megpillantjuk az emléktábláját, akkor most is lehet látni, ugye ezt az emléktáblát ugye a mezőtúri művészeti alkotótelep egyik jeles tagja, Borbás Tibor szobrászművész készítette, és hát a Péter Károly sírja pedig ugye a templom mögött van, ugye egy különös fehér síremlék, ugye megtört, mert nem hajlott ez a felirata. És ugye azért érdekes Péteri Károly, mert ő olyan hasonló szerepet töltött be kicsibe, mint amit a közismert nagyjaink, Eötvös József, Deák Ferenc, Petőfi, Kossuth, Batthyány Lajos, Széchenyi, stb. Nagyba az országos politikába. Tehát azért volt nagyon fontos a reformkor, mert mezőtúron is megjelent az a politizáló, értelmiségi, kisnemesi, nemzeti liberális réteg, amely azt gondolta, hogy a jogkiterjesztés révén lehet mezőtúrt is, mint az ország más települését, az ország egészét is előre mozdítani. És ugye a bizonyos Péteri Károly, aki egyébként verseket írt, barátkozott Madách Imrével, történeti regényei jelentek meg, több ízben volt mezőtúr országgyűlési képviselője, Kossuth a levelezésben állt, és ennek a jeles rétegnek volt egy meghatározó képviselője. És azt lehetne mondani, hogy ugye a mezőtúri honvédek is részt vettek a szabadságharcban, több ütközetben is, Damjanis csapatainál, az úgynevezett Veressipkásoknál, tiszamenti hadjáratban, és tehát mezőtúr is megadta tulajdonképpen maga, hát hogy is mondjam, vámját vagy köszönetét azokért a szabadságkiváltságokért, amelyet kapott az országgyűléstől. És hát azt lehetne mondani, hogy tulajdonképpen ez a véráldozat nem volt hiába való, mert ugyan utána egy nehéz korszak jött, de mégis a kiegyezés után már elkezdődött valamiféle olyan polgári fejlődés, amely mezőtúrt is ebből a régi, hagyományos, jobbágyi világból egy moderne polgári világba vitte át, és ennek nagyon sok kézzelfogható jelét tapasztalhatjuk. Hát egyik kézzelfogható jelét azt ma délelőtt magam is megtapasztaltam, ahogy jöttem, ugyanis a vasútvonal, amely ugye mezőtúr bekapcsolta tulajdonképpen az ország vérkeringésébe, sőt ugye hát azt mondhatjuk, hogy manapság ugye az egyik fontos nemzetközi vasútvonal is, és ebben az időszakban épült, ugye erről is írtam egy kis bejegyzést, és 1858. októberébe nyílt meg ugye a Szolnokot folytató vasútvonal, amely egészen Aradig futott, és ugye ennek köszönhetően ugye a későbbi Túrkeve és Szarvasi szárnyvonalnal együtt mezőtúr is egy kis vasúti csomóponttá vált. Tehát azt gondolom, ez például ugye a közlekedés terén ugye egy nagyon fontos változást jelentett, és ha már közlekedés, akkor egy másik vonalról is érdemes szólni, ez pedig a Hortobágy-Berettyó. Ez ugye ez egy örökzöld téma mezőtúron, hogy hogyan lehetne szépé tenni, hajózás, sétatér, a gáton való futás, ugye erre mindig vannak próbálkozások.
De hát az alap az tulajdonképpen az 1890-es évek elején kezdődik, ugyanis 1891-ben történt meg a régi berettyó szabályozása, és akkor alakult ki a folyónak az a képe, amit ma ismerünk. Ugye ez alapvetően nem egy természetes meder, bárki, aki kimegy ugye, akárcsak, hogy fusson egy kört a két híd között, vagy a zsilipkört, láthatja azt, hogy ugye ez viszonylag egy egyenes vonalú folyó, ugye egy nagyon széles ártérrel, bár ugye hát emlékszem még, hogy 2000-ben azért ezt a nagyon széles átrét is megtöltötte a víz, tehát hogy azért az egy nagyon nehéz pillanata volt a város történetének. De tény az, hogy levágtak ugye nagyon sok kanyart, és tulajdonképpen a Hortobágy-Berettyó folyó együtt és nagyjából egy időben a körösök szabályozásával ekkor alakult ki, és ugye ebben az időszakban, az osztrák-magyar munha idejében egyébként akár a vízihajózás, akár például mint egy korcsolyapálya is téli időszakban így szolgáltott ez a folyó. De hát ez volt egy két fontos változás, ami, ha mondjuk a közlekedést nézzük, bekövetkezett a 48-as szabadságharcot követő, vagy a kiegyezést követő évtizedekben a város életében, de ezen kívül még más, nagyon sok a városképet meghatározó alakulás is történt. Igen, hogyha megnézzük Mezőtúrt valóban, és visszautalnék a beszélgetés első felében, ugye akár az alsó részi területre, vagy én például a Vásárúton lakok, ami valóban a belváros, mégis számtalan kis köz van, ott is, ahol én lakom, és rendezetlennek tűnő ingatlanok különböző területekkel, hogyha még egy térképet is megnéz az ember. Ezzel együtt ugye ezt a részét is vitte tovább Mezőtúr, a történetiségében, meg természetesen igyekezett egy nagyvárosra is hasonlítani mértékében, hát a jelenlegi polgármesteri hivatalunk is valóban, hogyha belegondolunk és ránézünk, akkor egy nagyon szép jövőképet kellett ahhoz fölfesteni maguknak, magunknak, és hát nekünk, hogy egy ilyen gyönyörű, valóban szép tervezésű, odaillő épületet készítsenek, építsenek meg, és belül is olyan minőségbe készüljön el, mint ahogy mondjuk a nagy tanácstermünk, a díszterem. Így van. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes egy akár képzeletbeli, akár valóságos sétát megtenni azon a történeti városmagon, amely tulajdonképpen nagyon rövid időszak alatt, tehát 20-30 év alatt alakult ki Mezőtúron, nagyjából az 1880-as évek végén kezdődik el a folyamat, és azt lehetne mondani, hogy az utolsó jelentős változás a régi városháza lebontása után, ugye az új városháza megépítése, ugye amit az előbb említettél, ugye ez 1927-28-ban épült, Móricz Zsigmond is tudósított riportban ennek az elkészültéről, tehát ez egy valóban egy nagyon szép vállalkozás volt. Hogyha lehet egy-két gondolatot elmondani, hogy mi minden létesült ebben az időszakban, ugye 1889-ben kapott új, hát akkor új, de mai épületet, ugye a mai épületét, ugye a református gimnázium, és ugye ezt nevezte szépen, ugye egy versében, ugye a latin palotának, ugye egy emeletes, akkori viszonyok szerint korszerű, és ma a felújításoknak köszönhetően ez ugyancsak korszerű gimnázium épület volt, ami ugye később kialakult, ugye kiegészült, ugyebár egy lelkészlakkal, tornateremmel is, tehát tulajdonképpen aztán ugye internátustól, ugye a járásbíróság épülete mellett volt tulajdonképpen, ugye ami később ugye a kórházhoz került. Tehát ez nagyon jelentős esemény volt, és ugye 1900-ra néhány évvel a millenium ünnepséget követően pedig ugye a Kossuth téren, ugye ahogy akkor még főtéren, majd később Kossuth téren, ugye létrejött ugye a református elemi iskola, ami ugye Kossuth téri iskola, majd ugyebár ma református általános iskola nevet viseli. Ugye maga a templom, a református nagy templom azért korábbi építés, ugye ez 18. századi alapokon nyugszik, és 1843-45-ben nyerte el ugye a mai képét, és egy nagyon érdekes, hogy ugye tulajdonképpen ez egy fordított tájolású épület, tehát amit ugye ma bejáratnak tudunk, tehát a Kossuth térről bejáratnak tudunk, az valójában a hátulja, mert az főbejárat igazából a másik felén van. Csak ugye ez annak köszönhetően létesült így, hogy a református templomok építését engedélyező ugye második József király, a kalapos királyunk azt a kikötést tette, hogy ugye a főbejárat az nem eshet tulajdonképpen az utcára, nem nézhet az utcára, és hát ezt a sajátos helyzetet kellett valahogy megoldani, és ezért ugye alakult ki ez a fordított tájolás.
De ugye, ha kicsit tovább megyünk a templom mellett, ugye ott van a Nemzeti Szálloda épülete, amely szintén ennek a millenniumi korszaknak ugye fontos lenyomata, és ugye egyáltalán maga az igény, hogy mezőtúrón megjelenik az, hogy szállás vendégek vannak, ugye ez azt jelenti, hogy van utazás, vannak turisták, vannak olyan emberek, akiket megfelelő körülmények között etetni, itatni, altatni kell, mondhatnánk ezt. Egy csalókkal odébb, ugye ott van a bazár. A bazár épülete 1884-ben épült, és ugye egy nagyon szép épület, ami ugye alapvetően, hát mint a neve is mutatja, ez különféle, és az idők során nagyon-nagyon sokféle üzletnek adott helyet. Ugye most nem sorolom fel, hogy most mi minden volt és működik ott, ezt nyilván mindenki tudja, aki arra jár. És ugye hát ennek végén van ugye a posta, ami 1920-as években épült, ugye van egy nagyon szép címer, ugye ezt 90-ben bontották ki, és ugye ez látható ugye a régi ország címer is. És ugye hogyha körbeértünk ugye a téren, ugye ott visszaértünk ugye a városházához, ugye ami említettem, ugye ennek az időszaknak a szülötte volt. Ugye fontos még, hogy ugye első világháborús emlékmű is létesült, ugye hasonlóan ugye az ország számos településéhez, ugye ezt 1933-ban Horthy Miklós kormányzó avatta föl. És hát, amit még ugye nem beszélünk, ugye szintén ebben a korszakban épült az úgynevezett gőz és kádfürdő, amely ugye nincs meg, ez ugye nagyjából a dózsaszobor, illetve a közösségi ház körüli területre tájolható, és ugye ma már nem nagyon, vagy hogy is mondjam, a fiatalabb hallgatók, és itt én is érzem az idő múlását, nem emlékeznek a Titász egykori épületére, ami ugye ott volt és milyen érdekes az ember a múltban réved, de mindegy, szóval ott volt a fiatal nemzedékek kedvér, ugye a Dózsa-György út és a Balcsirinszki út sarkán, ugye ma ugye egy új hát lakóház található a helyén, de ugye ez is a villamos telep egy nagy újítása volt a korabeli mezőtúrnak, mert ugye elkezdődött a villanyvilágítás kiépítése. Tehát ugye ez is ugye egy fontos lépés volt, és hát egyébként ebben a korszakban jó néhány iskola épület volt, ahova mezőtúriak szerintem nem túlzás 10 000-re jártak, ugye a Kossuth úti iskola épülete például, ugye, ami szintén ugye ennek az iskolaépítési hullámnak egy fontos része, vagy az Újváros általános iskola és az Újváros református templom, amely szintén 1896-ban épült. Tehát azt lehetne mondani, hogy a 19. század vége, ahogy az előbb te is kiemelted, abszolút egy fellendülő, lendületes kora mezőtúrnak, annak ellenére, hogy persze vannak társadalmi nehézségek, ugye van sok szegény ember a városban, de mégis kialakul egy olyan fajta hit, remény, bizakodás a jövőben, hogy tulajdonképpen itt a város problémái megoldódnak, és napról napra jutunk előre. Ugye nem utolsó sorban, hogy 1897-ben létesült ugye az első leánygimnázium, ugye a Teleki Blanka gimnázium, ami ugye megint egy az új idők szellemét jelzi, és azt, hogy mezőtúr mennyire élen járt akkor a dolgokban, hiszen ugye a megváltozott női szerepekről van szó. Tehát ugye már nem arról van szó, hogy a hölgyek férhez mennek, gyermeket szülnek és a konyhában lesznek, hanem hogy nekik is szükségük van arra, hogy legyen mesterségük, tanuljanak nyelveket, önállóan munkába álljanak, újfajta női szerep rajzolódik ki. És tulajdonképpen erre az újfajta női szerepre reagált a korabeli városvezetés arra, és a korabeli oktatáspolitika arra, hogy a Teleki Blanka gimnáziumot létrehozta. Tehát azt tudom mondani, hogy összességében ez az időszak, ez tényleg egy olyan kora mezőtúrnak, amire szerintem mindmáig nagyon büszkén tekinthetünk vissza. Én nagyon sokat szoktam azon gondolkozni, hogy, és nem az aktuális dolgokról beszélek, hogy amikor elnézem ezeket a gyönyörű épületeket, vagy elnézem a polgármester hivatal épületét, és a köz adakozásból megvalósított adott esetben dolgokat, hogy hogyan tudták, tehát valóban külső segítség nélkül, tehát eltervezték, akkor, amikor a mezőgazdaságból még nem volt garantálva biztosan, hogy majd az állam megtámogat, ha elviszi a fagy, elviszi az eső, elviszi az asszály, bármi, és ennek ellenére olyan épületeket tudtak fölépíteni, amit ma már mi nem tudom, hogy hogyan tudnánk megoldani. Tehát nem csak arra mondom, hogy adott esetben honnan kellett hozni mondjuk az üveget hozzá, honnan kellett, hol volt olyan mester, aki ilyen ablakokat tudott készíteni, tehát nem tudták ezt adott esetben városon benne tán az építőanyagot, ami mondjuk, ha nem a tégla volt, vagy követ hozzá, tehát számtalan dolgot, és olyan mívesen vannak elkészítve, hogyha csak egy ereszcsatornát nézünk, mondjuk olyan épületen, ahol ez valóban meg is maradt,
akkor egy-egy összefolyó rész is egy műremek. És mindig ez jár a fejemben, hogy mekkora összetartó és mekkora kohézió lehetett itt a városon belül, hogy képesek voltak nem egyet, hanem rengeteg épületet fölépíteni, és ezt működtetni. Ezt egyébként én még Kenderesen szoktam érezni, a Kenderes belvárosában, ami persze tudjuk, hogy Horthy birtokként, de a kettő területet megnézzük, akkor ott is egy óriási fejlődés volt, és körülbelül abban a korszakban. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amire rátapintottál, és hagyd mondjak el két kicsit személyes jellegű történetet, amivel szeretném ezt visszaigazolni. Néhány héttel ezelőtt hunyt el nagyon idős korában, 91 esztendős korában Búzi Lajos bácsi, aki ugye a mezőtúr sport életének azt hiszem, hogy nagyon-nagyon közismert alakja volt, talán ezzel nem túlzok. És ő mesélte nekem azt a történetet, hogy amikor fiatal volt, ez nagyjából az 1946-47-es évek, tehát már véget ért a második világháború, de még nem kezdődött el ugye a későbbi diktatúra időszaka, akkor ugye nagyon sok egyesület működött mezőtúron. Egyesületek volt a katolikusoknak, a reformátusoknak, a fiataloknak, az iparosoknak, a parasztembereknek, az értelmiségnek, és ő mondta azt, hogy higgyem el, hogy az az igazi demokrácia, amikor ilyen sok egyesület van. És ha valóban belegondolunk és megnézzük, hogy tulajdonképpen ezeknek az épületeknek a létrehozásában milyen sok önkéntes munka vállalt szerepet. Tehát valóban, hogy vagy a munkaidejét, vagy a szaktudását, vagy a pénzét, vagy mondjuk a kibányászott agyagot, vagy a nádat, vagy a kivágott fát hozta magával, mind bármelyik épület történetét nézzük meg, ott van az a szó, hogy közalakozásból épült, közalakozásból létesült. Például van egy Petőfi emlékszobor a kórház kertjébe, ugye a új szárny mellett, ugye ez 1948-ban létesült, tehát ennek a korszaknak a legvégén, de az például egy mezőtúri rajztanár Váradi Lajos tervezte és ő formálta meg, tehát tulajdonképpen ott volt az ő személyes munkája. De bármiről beszélünk, az újvárosi templomnak például a tégláiról, vagy nem tudom én, tényleg a nagyon sok esetben cserepekről, ugyanerre jutunk vissza, hogy vagy össze lehet szedni az adakozók nevét, hogy hány fillért, hány koronát, pengőt, mindegy melyik korszakról beszélünk, adtak össze, vagy tényleg testi erejük munkáját állították az egy szolgálatába. És hogy ez mennyire fontos, én ezt 2000 táján tapasztaltam meg, amikor arról volt szó, hogy ugye a mezőtúri református egyházközség, ugye a régi kántorházat, amely a gyülekezeti házat felújította, és hát akkor szépen elhívtak embereket, és ott együtt dolgoztunk, és ott volt egy nagyon idős bácsi, Rácz Imre bácsi, aki hosszú időn keresztül volt gondnoka a gyülekezetnek, egy 80 éves régi mozdonyvezetőről volt szó, aki megmutatta nekünk, nem tudom én, akkor 20 év körüli embereknek, hogy hogyan kell csákánnyal odavágni, úgy, hogy a beton feltörjön. És ez valami fantasztikus volt, hogy látni a példerejét, hogy ott van egy 80 éves idős ember, és még az fizikaira is jó, de még úgy meg tudja fogni a szerszámot, hogy úgy oda koppint a csákánynak a fokával, hogy valóban a beton úgy feltörik, hogy azt könnyen utána föl lehet lapátolni. És akkor éreztem nagyon azt, hogy tényleg mit jelent a közösség eleje. Tehát ez valami fantasztikus volt egy őszi, nagyjából olyan szép idő volt, mint manapság napon, és ez nagyon-nagyon megérintett. És azt gondolom, hogy ha mezőtúr, ha meg lehetne fogalmazni, hogy mi az a veszteség, amit mezőtúr igazán érte az elmúlt nem tudom én valahány évtizedben, és ami nagyon-nagyon nehezen akar újjáépülni, bár azért vannak jó példák, az ennek az önkéntes közösségi szellemnek az újjáéledése, az ehhez való visszatalálás. Tehát amikor az emberek lelkében benne van az, hogy valami fontosat akarunk csinálni, és nem azért, mert nekünk személyes anyagi érdekünk, vagy személyes, nem tudom, presztízs szempontjaink vannak, hanem mert azt gondoljuk, hogy ez az épület állni fog 100 év múlva, ebbe az iskolába 100 év múlva is gyerekek fognak járni, ezt az újságot, nem tudom én, fogják olvasni 50 év múlva is, vagy nem tudom én, 50 év múlva ezt a YouTube felvételt is meg fogják nézni, hogyha a korszerű példát mondunk, de ezek valóban nagyon fontosak. Hát most példának okáért, ugye, ha már beszéltünk, mondjuk egy más területet is,
ugye a televízió, rádió, ugye a sajtó része, és tehát nyilván az 1880-as, 90-es években két mezőtúri újság is létezett, a mezőtúri és vidék és a mezőtúri hírlap. De például a rendszerváltáskor is így volt, még emlékszem, volt a Túri Vásár és a mezőtúri és vidéke, és ez jó volt. Verseny volt, egymásra igyekeztek minél jobb híreket, pontosabb, érdekes híreket hozni, mást kínálni az embereknek, és sarkalták egymást a teljesítményre. Tehát azt gondolom, hogy ezek igazán valóban nagyon fontosak voltak, és hogy amit említettél, valóban ez a sok-sok kis apró egyesület, kaszinók, klubok, körök, de akár még spontán módon is szerveződtek ezt. Tehát ugye a mezőtúri tanyavilágról mi nem beszéltünk, pedig ugye ez egy nagyon-nagyon fontos arca a városnak. Ugye nekem a nagyszüleim, anyai nagyszüleim ott nőttek föl, és ugye nagymamám mesélt például a spontán úgynevezett csigabálokról, ami ugye azt jelentette, hogy csigatészta készítésre összejöttek az emberek egy-egy nagyobb tanyába, és aztán a fiatalok úgy rögtönöztek egy bált, citera szó mellett, hegedű szóval táncoltak. És nem volt ez nagyon előkészítve, nem voltak belépőjegyek, plakátok, stb., csak az emberek összejöttek és szerették egymást, és tulajdonképpen ennyi volt az egész. Hát tulajdonképpen ennyi lenne az egész. Adott esetben most átrohantunk, úgymond mezőtúr történelmi korszakain, és kedves nézőinknek mondom, hogy ne adják fel, mert ugyan most körülbelül 50 percen beszélgetünk, szerintem a témánk mindenképpen érdekes, hiszen nagyon sokat foglalkozunk a jelenünkkel, de én szerintem sokkal többet kellene foglalkoznunk a múltunkkal, amiből esetleg tanulhatunk és jó példát is tudhatunk. A mai műsor erről szólt, köszönöm Pap István történésznek a beszélgetést, és azért mondtam az elején, hogy ne adják fel, mert hogy folytatjuk, tehát elkezdünk egy újabb részt is, ami szerintem legalább ennyire érdekes dolgokat fog elindítani. Keresik a helytörténeti füzeteket, a helytörténeti felvételeket, akár a mezőtúri morzsákat a Facebookon, mert higgyék el, hogy nagyon fontos, hogy visszaemlékezzünk arra, ami ezt a várost olyan nagyjá és szépé tette, amiben mi egyébként annyira szeretnénk, hogy a jövőben is ez legyen. Legyen mindenkinek szép napja, nézzék a Pont Televíziót, és hallgassák a Pont Rádiót. Viszont hallásra, viszontlátásra!